Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt a The Last Dance, egy Netflixes mini dokumentum sorozat, 10 részből áll, és Michael Jordan, illetve a Chicago Bulls utolsó nagy közös 97-es, 98-as szezonját mutatja be. Ez a széria baromi nagyot szólt az utóbbi hetekben, mégpedig azért, mert nem csak azokat tudta megszólítani, akik ugye követik az NBA-t, nagyon szeretik a kosárlabdát, és gyakorlatilag csak pár új infót tudtak belőle szerezni, hanem az olyanokat is, mint én vagyok, akik alapvetően nem nagyon vannak képbe azzal, hogy mit történik az NBA-ben. Persze gimikben mondjuk kosaraztam, és tudom ki az a Michael Jordan, tudom, hogy egy baromi nagy, legendás kosaras, de hogy mikor nyert, és mennyit, és milyen körülmények között, hát fogalmam se volt róla. Mégis itt vagyok fél órával azután, hogy befejeztem a sorozatot, és ajánlat készítek nektek róla. 2 nap alatt néztem meg az egészet, és azt is csak azért 2 nap alatt, mert hogy dolgozom is, tehát nem tudtam 1 nap alatt bedarálni, de ha lett volna lehetőségem, szerintem egybe lenyomom az egészet, folyamatosan csak nyomtam a play gombot az újabb és újabb részeknél. Talán a Witcher volt az a sorozat, ami utoljára ennyire megfogott, ami pedig alapvetően fantasy környezetben játszódik, ami sokkal-sokkal közelebb áll hozzám. Ez pedig ugye egy sport sorozat, ami a Bullsról meg Jordanről szól. Hát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó lehet. Nem csak abban tudtam párhuzamot vonni a Witcherrel, hogy azt is nagyon gyorsan megnéztem, de mindkét sorozatnak nagyon fura időkezelési struktúrája van. A The Last Dance, ahogy mondtam, erre az utolsó közös szezonra fókuszál, viszont folyamatosan vissza-vissza ugrál az időben, bemutatva főleg Jordan múltját, és hogy jutott el addig a pontig, ahol van. De persze más szereplőkre is sor kerül, fel-fel villantanak egy-egy jelenetet az ő háttereikből is. De természetesen ettől csak sokszínűbb lett a széria, mármint hogy nem egy szezonra fókuszálnak, hanem így megpróbálják felvezetni az egészet. Ez egyébként is jellemző a The Last Dance-re, hogy így próbálják összekötni a pontokat és megmagyarázni, hogy ez azért történik így, mert ez a múltból fakad, levezethető, Jordan azért hajt ennyire, mert ekkor és ekkor beszólt neki valaki. Rengeteg ilyen visszautalás van, és ez olyan játékfilmessé teszi az egészet, ez amúgy is jellemző a sorozatra, mint ahogy a legtöbb dokumentum szériára mostanában, hogy azért élnek ezekkel az eszközökkel, amikor így a fejedben megkérdőjelezett, hogy tényleg nagyon drámainak tűnik, hogy azért történik ez a valami, mert 2 éve mondott neki valaki egy ilyet vagy olyat, de tényleg az utolsó dobásnál ez járt vajon a fejében? Vagy csak ezt próbáljátok sugallni, hogy ettől én, mint néző, jobban bevonódja. De mikor ezt végig gondoltam a The Last Dance esetében, arra jutottam, hogy teljesen mindegy, mert hogy magában a sportban, a valós eseményekben annyi izgalom van, hogy mindegy, hogy ezt túl dramatizálták vagy nem, mert nekem már az alaphelyzet önmagában is baromi izgalmas. És ez az első olyan dolog, amit el tudok mondani, hogy engem miért fogott meg annyira ez a sorozat. Nagyon jó ütemben dobálta be ezeket az izgalmas pillanatokat, ahogy mondtam, nem nagyon lehet abba hagyni. Ott ültem a kanapém szélén és fogtam a karfát, mert annyira izgultam valami kapcsán, ami amúgy már megtörtént, akár meg is nézhettem volna mondjuk a Wikipédiában az eredményeket, ami a meccseket illeti, de inkább csak néztem, és így nem tudtam abba hagyni. A másik, ami miatt különösen érdekes a sorozat, az maga Michael Jordan és az ő személyisége. Ma már ez valahogy sokkal könnyebb a közösségi média korszakában, hogy valaki felfusson, vagy nagyobb közönsége legyen, de akkor ilyen egyáltalán nem volt, és Jordan mégis egy olyan sztár volt, akiről tényleg mindenki hallott, még én is, ahogy mondtam, annak idején kisgyerekként. Egyszerűen dominálta a sport életet, nagyon kevés olyan szereplő van a sportban, a kulturális életben, akinek bárhol bedobod a nevét, tudni fogják az emberek, hogy ki is ő. Itt meg ez a nagy ember nyilván egy intimebb helyzetben van, feltesznek neki kérdéseket, ő meg válaszolgat, felidézi a múltat, nosztalgiázik, és ezzel együtt mi nézők is jobban megértjük őt, és nagyon jól felépíti a széria azt, hogy eleinte látjuk ezt a tökéletes imidzset, ezt a hihetetlenül tehetséges és alázatos, baromi ügyes sportoló, de aztán nagyon helyesen felvillantják a másik oldalt is, hogy például milyen lehetett egy ilyen emberrel együtt játszani, nem csak azért, mert hát nyilvánvalóan ő volt a sztár, hanem mert nehéz személyisége is volt, nem csak magától várta el a 120%-ot, de minden társától is, és ahhoz, hogy ezt elérje, bizony egyáltalán nem riadt vissza attól, hogy rendesen beleszálljon egy-két emberbe, piszkálja őket, amit ő nyilván motiválásnak fogott fel, de sok ember úgy jellemezte őt, mint egy bullit, ami nem tudom magyarul, hogy fordítható jól, bántalmazó, piszkáló, valami ilyesmi. Szóval, hogy nem volt egy
kellemes személyiség, aki mellett mindig jó volt lenni. És ettől persze nem csak hitelesnek éreztem a sorozatot, de valahogy Jordan is emberibbnek tűnt, mivel folyamatosan azt mutatják, hogy milyen nagy a munkabírása, és hogy mennyire a maximumot várja el mindenkitől, ezért azok az érzelmi pillanatok, amiket ő átélt, sokkal átütőbbek voltak. És ez a harmadik eleme a Last Dance-nek, ami kiemelkedő, hogy olyan erős pillanatok is vannak benne, hogy így csak néz az ember, amikor van egy jelenet, ahol Jordan egy bizonyos meccs után valami miatt a földön fekszik és zokog. Hú, hát játékfilmekben is ritka az ennyire jól elkapott ilyen érzelemdús momentum. Én azt is szerettem, hogy Jordan minden nagysága ellenére bemutatják azt is, hogy a többiek nélkül semmit sem tudott volna elérni, és más szereplők is azért kapnak több-kevesebb ideig fókuszt, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr és a többiek, és ez így kiegészíti az egész Bulls portrét, és nem csak egy ember dicsérete lesz az egész sorozat. Még egy érdekes eszköz, amit a készítők használtak, hogy sokszor az interjú alanyoknak megmutatták, hogy a többiek mit nyilatkoztak. Például Michael Jordan kezébe odaadják a tabletet, ami megmutatják neki, hogy egy játékos társa mit nyilatkozott róla és egy bizonyos megmozdulásáról. Aztán Jordan megnevethet, hogy nem, ez egyáltalán nem így történt, és elmondja, hogy mi is járt akkor valójában a fejében. A zene nagyon jó volt, és a vágások is csomószor felidéződtek bennem más sportfilmek, amikben ezeket a tipikus utolsó, nagyon fontos dobásokat valahogy úgy vágják meg, hogy te nézőként még sokkal jobban izgulsz talán, mint a játékosok. Úgyhogy tényleg nagyon ügyesen alkalmazták ezeket a tipikus sportfilmes formulákat is. Az utolsó dolog pedig, amit szerintem érdemes kiemelni, hogy bár valóban a sport maga önmagában is izgalmas, és jó nézni a cseleket, a zsákolásokat, vagy ezeket a már említett utolsó pillanatos izgalmas részeket, azért, amitől igazán jó az a sorozat, az az emberi dráma bemutatása. Ahogy a csapat küzd, ahogy összeszedik magukat, Jordan kapcsolata az apjával, és egy csomó-csomó ilyen dolog, amikről nem is akarok többet mondani, mert szerintem egy csomóan hozzám hasonlóan nem hallottak ezekről, pedig annak idején benne voltak a hírekben, biztos, aki követi az NBA-t, az mindennel tisztában van, de nekem nagyon sok meglepetés volt, sokszor úgy éreztem magam, mint egy rendes fiktív sorozatnál, hogy wow, hát erre a fordulatra nem számítottam. Szóval több dolog miatt is nagyon jónak tartom ezt a szériát, nagyon nézeti magát, mindenképpen adjatok neki egy esélyt, ha tehetitek, még akkor is, ha alapvetően nem hoz titeket lázba a kosárlabda, vagy alapból a sport, mert ahogy mondtam, nem ez teszi különlegessé a The Last Dance-t, de nagyon érdekes amúgy ebbe is belelátni, mondjuk, hogy egy edzőnek milyen szerepe van a játékosai életére, milyen megoldásokat hoz be, hogy ebben az adrenalinnal túlfutott közegben tudjon segíteni a játékosainak. Szóval szerintem mindenki meg fogja találni benne azt, ami miatt neki igazán tetszik ez a széria. Minden esetre ennyi lett volna a mai disputa, én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!